Üdvözlöm, kedves barátaim! Gondoltam, hogy nem éjfélkor beszélek, mert lehet, hogy éjfélkor mindenki más csinál, és a rokonokat hívja, meg kívánja boldog új évet. Én most szeretnék nektek kívánni boldog új évet. És általában beszélni szokták, hogy legyen boldog új évet, és mindenki nagyon várja, hogy most már nagyon-nagyon várom, hogy mikor már 20 éve minden évben mondanak, legyen boldog új évet, de mindig nincsen boldog új évem. Most volt nekünk lehetőséget boldoggá válni, meg itt a koronavírus, ez a téma, és most is lesz lehetőség, mi lesz tovább, egy pár dolgot mondanék, megnéztem egy pár ismerős asztrológusnak a prognózisát, hogy mikor már vége lesz. Egyébként ezek a nehézségek, amit jönnek, ez azért vannak, hogy mi legyünk bölcsek, tanuljunk belőle, és tudatosan éljünk az életet. Ne várjunk, jobb, hogyha ne várjunk, amikor automatikusan már vége lesz és jó lesz. De amúgy természetesen ennek van egy karmikus periódusai a Föld bolygóknak, csak akkor mi tanultunk belőle, vagy nem, ez már rajtunk múlik, és most úgy hívják, hogy Kala Sarpa Yoga, ami most történik, amikor a kettő bolygó ráho és a kettő között be vannak szorítva többi bolygó, és akkor ezért most ez a koronavírus szorításban vannak az emberek. És akkor mi lesz? Hát január, február, úgy mondjuk feszült lesz egy kicsit, még mindig készüljünk fel, akkor használjunk fel valami tudatosra az életünket, hogy tanuljunk. Március kicsit enyhébb lesz, de még mindig nem lesz olyan, nem lesz jó, könnyű, még lehet szorításokra számítani, amit mondanak a barátaim, és ugyanakkor április elején, nem az elsőjétől, hanem már ilyen harmadika, negyedike, ötödike, akkor változni fog egy kicsit a bolygó állása, és akkor könnyebb lesz. Májusban is könnyebb lesz, aztán meg lesznek, akkor is sose lesz fényes, foltos nélkül, lesznek még ilyen, mint a hold fogyatkozás, meg lesz meg a Szaturnusz nyáron is hatása lesz ránk, de lényeg a lényeg, hogy ha akarok, hogy legyen boldog az új évem, hogyan lehet, hogyha én tervezek, mit szeretnék elérni, mi az, amit meg akarok tanulni ebbe az évbe, milyen elveket kell ismernem, vagy erkölcsi, morális elveket, hogy tudjak építeni az életemet, és azt szerint próbáljak építeni az életemet, és hogyan én tudok most is a szorítások alatt lenni bölcsebb, intelligensebb, hálás, érzékeny mások irányt, és jó kedvem, hogy legyen, és kifinomult legyek, és másoknak adni szeretetet, vagy legalább a figyelmemet, mint csak elvonni másoktól a figyelmet. Szóval a iskola folytatódik, az életiskolánk, 2021 szintén az lesz, 2020, ahogy szépnek hangzik, hogy kerék dátum, 2020, de ugyanakkor igazi iskola volt, mert berakta, hogy ilyen helyzetbe minket, ahol mi tudjunk változtatni az életünkön, meg kívülről megnézni magunkat, hogy milyen irányba mentünk, azt is nézitek meg, lehet vizsgálni előző
évet, ezt az mindjárt el fog fogyni az év, 2020, hogy én hogyan reagáltam a nehézségekre, és én hogyan reagáltam a különböző kapcsolatokra, főleg a nehéz, a rossz dolgokra. És átmentem a vizsgán, vagy tanultam belőle, és tudom, most már máskor nem így fogok csinálni, vagy csak traumát kaptam, egyre több sértődést kaptam, egyre jobban érzékeny lettem úgy, hogy magam, hogy engem nagyon könnyen megbántani, vagy immunos lettem jobban. Hogyha mindegy, hogyha megbuktam, nem baj, hogyha most vizsgálok, mert ez az embernek a képesség, hogyha most én ezt megvizsgálom, és látom, igen, voltak a hibák, nem probléma, hogy én nem úgy reagáltam, ahogy kellett. És meg jobban sértődékeny voltam, mint általában, és így tovább, és így tovább. Akkor most tervezek meg, hogyha nem hibáztam, akkor hogyan még tovább menjek, még följebb, vagy tervezek meg, hogyha felülvizsgálom, hogy mi alapján kell látni az utamat, a koordinátokat, az életemet, és akkor lépjek tovább. És ezért javítsam ki a hibáimat. Végül egy utolsó titok, amit elmondom, a bolygók mindig lesznek, ha valamikor jó hatással lesznek ránk, valamikor rossz hatással lesznek ránk, de egy fő titok az, hogyha én Isten szolgálok, akkor minden bolygó kedvezőtlen állása azonnal kedvezővé válik. És ezért, aki milyen tradícióban van, itt kezdődik 2021, az csak annyi ígéretes, amennyire én fogok változtatni magamon, és próbálok terveket teljesíteni, mert nagyon fontos a terv. Majd fogok erről beszélni valamikor, 21-ben, hogy hogyan a tervek által mi megváltoztatjuk a sorsukat és a karmánkat, erről lesz szó majd, de akár, hogy mi tervezünk, és ugyanakkor akármilyen tradícióba tartozunk, ebben ígéretes évben, hogyha akarunk, hogy jobb legyen, akkor saját tradícióba szolgáljunk az Urat őszintén, és meg fogunk látni, hogy akkor lesz 2001 sikeres és boldog, amikor mi tanulunk az életből, gyakorlatba hozunk, szolgálunk az Urat, és mindenkinek sok boldogságot kívánok 21-ben. Ez nem jelenti, hogy mindenkinek fényes legyen a helyzet, hanem hogyha kell, hogyha jár a nehézség, akkor azt kívánok, hogy bölcsen álljatok hozzá, és menjetek át a 2021-ben a nehézségeken, úgyhogy erősebb, érzékenyebb, mások irányt kegyesebb, kifinomultabb, úri vagy nemes embere váljatok, na, és akkor igazából lehet mondani, mikor én átmentem ezeken a teszteken, hogy ez boldog új évem volt. Köszönöm szépen, és most már egy év múlva találkozunk, ez azt jelenti, hogy egy pár nap múlva, 2021-ben. Oké, köszönöm szépen, Hare Krishna!